Üdvözlöm Önöket, Csatlós István vagyok, és több oktató videót készítettem már a felnőttek számára. Ezeket az oktató videókat a Videobázis Kft-nél lehet megvásárolni, onnan a legkönnyebben elérhetők, ahol most mutatom is, hogy mely oktató videók készítésében vettem részt. Nem fogom az összeset bemutatni, de az ECDL videók alatt, menüpont alatt láthatók a legfrissebbek, például itt az Office 2010-es oktatócsomag, amelyből be tudom mutatni. Jó napot kívánok, Csatlós István vagyok. Néhány példavideót is. Ebben az oktató videóban a prezentáció készítéssel fogunk foglalkozni. A prezentáció készítés számomra egy nagyon érdekes és fontos feladat, hiszen pedagógusként stb. Én most nem fogom ezt végigjátszani, aki kíváncsi rá, az ilyen ezen a címen nyugodtan elérheti. Ezt a videót azzal a céllal készítettem, hogy a Microsoft Access adatbázisok és az SQL Server 2012 kapcsolatát bemutassam a felhasználó számára. Célkitűzésem a következő volt. A régről ismert Microsoft által készített és általam is sokat használt északi szél Northwind adatbázis elhelyezése egy MS SQL szerveren, majd különféle szoftvereszközökkel történő kapcsolódás az adatbázishoz. A visszakapott Project File használata az Access-ben, az SQL Server Management Studio Express segítségével történő használat, és az MS SQL Manager Lite for SQL Server segítségével történő használat. Majd a Windows telepítő készlet legenerálása az elkészített alkalmazáshoz az Install Shield program használatával. Az itt bemutatott adatbázis kezelő rendszerrel, MS Access, illetve SQL Server egyszerű alkalmazásokat lehet csak készíteni. Természetesen most bemutatott lehetőségeken túl további egyéni lekérdezéseket, függvényeket is lehet készíteni, melyel komplett programokat, alkalmazásokat lehet írni. Mégis komplexebb feladatok már csak nagyon nehézkesen oldhatók meg ezzel a programmal. A fő cél azonban az, hogy bemutassam a két szoftver megfelelő együttműködését. Remélem sikerül.